Viktor idegesen odajött hozzám, hogy öreg, öreg, most boldog vagy, hogy egy perc alatt tönkretetted 3 hónap munkáját, vagy 5 hónapot mondott, nem tudom mennyit, vagy fél év munkáját. És akkor én meggondoltam, hogy anyát, hát ezen nem olyék. Mondom, akkor szerintem azon neked kéne gondolkodni, hogy az a több hónapos munka mennyit ér, hogyha egy perc alatt tönkre lehet tenni, és akkor elindultam kifele, hát mondom, nem fogok ezzel a seggfejjel ott vitatkozni. De utánam jött. És akkor elkezdett kiabálni, hogy mondd meg, hogy mi a bajod velünk. És mondom, micsoda? Mondom, az a bajom, hogy rosszabbak vagytok a Kumbila Lenin fiúinál. És akkor hogy? Hát mondom, az, hogy ti jót akartok ennek az országnak, ha beledöglenek akkor is. És akkor így elcsöndesedett, és akkor mondom, ide figyelj. És akkor mondtam ezt, hogy mondom, ahogy én elnézlek téged, ezt az országot az Isten sem menti meg, hogy te ne legyél miniszterelnök majd egyszer, de ha az leszel, ne a snúfot meg engem akasztatok elsőnek, mert mi még tudjuk, hogy ti kik voltatok. 98 őszén bent voltam valamiért a parlamentben, és láttam, hogy jön a Viktor, már akkor ugye miniszterelnökként. Tovább mentek, valami érzék azt súgta neki, hogy nézem vissza, és észrevett. És akkor egy ilyen távolról, egy ilyen 10-15 méter, hogy azért a kumbélázási egyszer még számolunk. Azóta ezerszer beszélgettünk, rengeteget voltál nálunk, én is nálatok. Hányszor foci meccs után ültünk le. 83 óta 15 éve nem jutott eszedbe szólni, hogy ez téged bánt. Ami nekem szöget ütött a fülembe az ilyen válaszmányi üléseken, hogy na, hogy akkor most mi az álláspontunk ezekben a kérdésekben, A, B, C, D kérdésben, akkor általában olyan 80-90%-ban tudtuk, hogy mit kell mondani, és tudta Orbán is. De mindig volt egy 10%, amikor most nem is tudtuk, hogy most mi az álláspontunk, vagy mi, és akkor mi azt mondtuk, hogy hát ezt akkor még át kell gondolni, ki kell dolgozni, szakmailag meg kell nézni, és az Orbán erre legyintett, és azt mondta, hogy ezt majd verbálisan áthidalom. Tehát, hogy voltak ilyen kérdések, hogy nyugdíj, meg egyebek. És akkor ez egy ilyen szállóige lett a Fideszbe, hogy hát a dolgok nagy részét tudjuk, a többit verbálisan áthidaljuk. Tehát ez a verbális áthidalás, ez az, hogy akkor hát blöffölünk. Én ott voltam díszvendégként a 93 áprilisi Fidesz kongresszuson, ahol a Viktort megválasztották pártelnöknek, és attól aggódtak, hogy ha elindul Fodor Gábor, akkor esetleg őt választják meg. És emlékszem, hogy az utolsó előtti este ott alázasan számolták a Fellegi, meg Stumpf, meg talán Kövér, hogy ez a megye így szavaz, az a megye úgy szavaz, és hogy hát, ha mégis ez lenne, hogy előtte megszavaztatták a frakciót, hogy a frakció úgy dönt, hogy csak egy jelölt lesz, de hogy nehogy a Fodor is elindulhasson. Leültünk, akkor már hosszú ideig nem beszéltünk, 93-ban, én mondtam, hogy támogatni fogom őt Fidesz elnöknek, mert azt gondolom, hogy ő ezt nagyon akarja, és rátermett is. De ő támogasson engem Fidesz választmányi elnöknek, hogy maradjon meg ez az egyensúly a Fideszen belül. És akkor azt mondta, hogy oké, illetve pontosabb ez már az elnökség után, elnöki választás után volt, én azt mondtam neki, hogy támogattam, és ő támogasson most. És azt mondta, hogy jó, mármint az, hogy én támogattam, de ő nem fog engem támogatni, mert nem engedheti meg, hogy kétfejű legyen a szervezet. Amikor a pártelnök választás zajlott a Fideszbe, akkor egy nagyon komoly szervezeti módosítási változás is létrejött. Egyszerűen az SMS-en keresztül egyszer csak az terült ki, hogy itt a pártelnöknek sokkal nagyobb feladatköre van. A pénzekhez való hozzáférés, a döntéshozatali jogok, a kinevezési szabályok, nyilván az apparátusba, de adott esetben a párt egészét tekintve, a médiához való viszony, tehát a kommunikáció szervezésében akkor egy nagyon erős centralizáció jött létre, amivel az Orbán attól kezdve, hogy pártelnök lett, egy nappal később már el is kezdett élni, és ezek nagyon durva változások voltak egyik napról a másikra. Ezt igazából magam még nem tisztáztam le soha, hogy nekem gyerekem, és mindig ilyen vezérkedős vágyam volt-e vagy se, ezzel nem merek igazából szembenézni, félek, hogy hát ha valami párhuzamot találnék a mai helyzetem és a gyerekkorom között, mint hogyha valami hajlamok. De nem tudom, hogy ez így van-e. Az biztos, hogy emlékszem, hogy egyszer nem is lettem összevető helyettes sem, hanem csak valamilyen krónikás, hogy az Isten is nagyon bántott. Úgyhogy valami gyökere lehet ennek a dolognak, de ezzel még nem mertem úgy szembenézni igazából.
94 és 98 között ő teljesen átalakította a Fideszt. Azt elmondta nekem még 93-ban, hogy a baloldalon neki nincs helye, mert nem tud szociáldemokratább lenni a szociáldemokratáknál, és nem tud liberálisabb lenni a szabaddemokratáknál. A jobb oldal viszont meggyengül. 94-ben az első televíziós vita után jöttünk ki a televízió székházából, és kérdezte tőlem, hogy szerinted mi lesz vasárnap. Hát mondtam én, hogy szerintem ti úgy nagyjából elszálltok, mi olyan 15-20% körüli eredményt fogunk elérni, és hát a szocialisták lesznek az elsők. Azt mondta, hogy ebben tévedsz, nyilván elhiszed az általatok hamisított közvéleménykutatásokat, mert valójában az a helyzet, hogy ti fogtok 10% alá kerülni, mi 20 körülre. A szocialisták nyernek valóban az első fordulóban, de az én politikámmal tettem annyi gesztust a jobb oldal felé az elmúlt fél évben, hogy a ő kieső egyéni választókörzeti jelöltjeik szavazói a második fordulóban a fideszes jelöltekre szavaznak majd, hiszen az SZDSZ jelöltek szintén elszállnak, és a megállapodásunk értelmében ti is a Fidesz jelöltek támogatására buzdítjátok majd a szavazóitokat. Így a második fordulóban nyerek annyi egyéni választókörzeti helyet, hogy megnyerjem a választást, és ezért mi fogunk kormányt alakítani a 94-es választások után. Miniszterekkel beszélek, meg a titkárságával, meg a dolgozó szobájában is bebenéztem. Ott a sportújság, Népsport, gondolom most már Nemzeti Sportnak nevezik, akkor se olvastam különösebben, az asztalon, meg egy óriási stósz, de ilyen méteres. Mondom, mi az a stósz? Kastélyprogram? Igen, átmegy egyenként a miniszterelnök, egyenként a kastély, hát mondom, de sok ideje van. És utólag nekem leesett, hogy ez a kastélyprogram az nem azért van ott, mert a műemlékvédelem baromian érdekli a miniszterelnököt, hanem valószínűleg ott már megindult az, amit később látunk, hogy ki kap mit, és miben van lehetőség. Ez 2003-ban lehetett. Valaki fölhívott, már nem emlékszem, hogy ki, egy debreceni kollégá, és azt mondta, hogy gratulál. És kérdeztem, hogy mihez. Éppen, mert szerintem akkor jöttem ki az órámról, nem tudtam, hogy ahhoz gratulált, hogy jó előadást tartottam, hogy mihez. És hogy hát, hogy jó, Orbán Viktor téged mire kért? És mondom, mire? Hát, hogy te fogod vezetni a tudományos tagozatot. És hát ezt fél óránként bemondják a televízióban, akkor a hírtelevízióban. Akkor fölhívott egy munkatársa, és mondta, hogy szeretne velem beszélni a Orbán Viktor. És akkor beszélt, és mondta, hogy hát elnézést kér, hogy nem szólt erről, de hát korábban beszéltünk róla, tehát nem derültékből villámcsapás volt ez. Én mondtam, hogy sokkal szélesebb bázisra kellene helyezni egy néppártot, mint sem egy kollégiumi közösség. És akkor megállapodtunk, hogy néhány nap múlva leülünk és megbeszéljük, hogy ez hogy is lett. És a munkatársa, akivel jó viszonyban voltam, visszavett a telefont, és aztán beszélgettünk még, és mondtam, hogy hát azért elvártam volna, hogy szóljanak előttem, mire azt mondta, hogy hát te vagy az egyetlen, akitől elnézést kért. Végzős egyetemista voltam is, csörög a telefon, Várhegyi Attila hív, hogy ő, hogy a miniszterelnök úr kérését tolmácsolja, és hogy szeretne az ő polgári körébe meghívni. Hát, két méterrel a fellegek fölött jártam, hát úgy éreztem, hogy na, akkor rólam szól a történelem, vagy rólam is szól a történelem. És amikor a Szövetség Nemzetér polgári körben először találkoztam vele, ez egyébként a Makovec villában volt, itt nem is olyan messze, akkor
akkor ugyanezt tapasztaltam, csak akkor már nem egyetemista, velem egykorú egyetemisták skandálták a nevét, hanem a Szövetségi Nemzetért Polgári Körben voltunk körülbelül 20-an, meghatározó, fontos emberei a Fidesznek, illetve Orbán Viktor holdudvarának, akik akadémikusok, tényleg nagyon komoly köztiszteletben álló emberek, meg volt pár fiatal, meg voltam én, aki igazából egy picit ilyen kakuktojás voltam, de majd erről tényleg beszéljünk. És ott is azt láttam, hogy hamarabb érkezett mindenki, mint ő. Makovec Imre már leültetett bennünket ott a kis tárgyaló részbe, egy nagyon szép villa. És akkor megjött Orbán Viktor, akkor mindenki egy ilyen, ezek a nagy akadémikusok, meg mindenki egy kis, ilyen kis palota pincsivé változott ott mellette. Tehát, hogy valami elképesztő erővel tudott hatni még az ilyen komoly, nála jóval idősebb emberekre is. Pár emberrel való beszélgetésem, akik ott voltak, abban én azt a következtetést vontam le, vagy vonom le, hogy ő neki valami nagyon komoly és erős képessége van arra, hogy négy szem közt is, vagy pár szem közt hipnotizáljon. Tehát, hogy egyszerűen meggyőzzön téged arról, hogy ez egy jó és helyes út, akár a saját akaratod ellenére is. Thank you.